Thank Köszöntöm a kedves nézőket, és nagy szeretettel üdvözöllek Tiszalökön. Oszter Alexandrát szeretném bemutatni, de azt hiszem, hogy nem is kell téged bemutatni, hiszen az, az egész ország ismert téged. Hogy érezted magad itt nálunk Tiszalökön? Milyen volt? Nagyon jó közönségünk volt, és nagyon-nagyon élveztem. Nekünk nagyon hálás, amikor megyünk vidékre fellépni. Hát ugye ez egy ilyen hülye szó, hogy vidékre, mert egyébként csak Magyarországon van ez, mert hogy úgy mondjuk, hogy ami Budapesten kívül van, az vidék, de az megfigyelhető, hogy ahogy távolodunk Budapesttől, sokkal nagyobb a nyitottsága az embereknek, és sokkal vendégszeretőbbek. Tehát ezt nem csak én mondom, hanem az összes kollégám, és nem csak akik itt vannak, hanem minden kollega ebben osztozik. Tehát ahogy távolodunk, úgy szaporodnak a kávék, a sütemények, a tényleg, és úgy várják az embert, ami egyszerűen fantasztikus. Ö, ugye hát annyi inger éri a budapesti közönséget, hogy egy kicsit már az inger küszöbök, hogy úgy mondjam, egészségtelenül magas, és ezért sokkal kisebb a, a befogadó képességük. És ugye minél távolabb vagyunk Budapesttől, ott szomjazzák, ugye az ingereket, meg élőben, pláne az ugye egész más. És hát ö, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni az itteni közönségről is. Nagyon jó volt az előadás, fergeteges, ez igen, munkás darab volt, hogy érezték a többiek magukat. Nem fáradtok ilyen kor el? Nem, hát ugye erre mondják, hogy ez is egy szakma, hogy hát ez még hagyján, amit itt csinálunk, mert van olyan, ahol az ember egyszer énekel, és táncol, és aztán utána beszél, tehát hogy ezek így váltakoznak másodperceken belül, tehát hogy ezt bírni kell, egyfelől, másfelől meg ez a szépség ennek a szakmának, hogy az ember a fizikumát is használja. Nálunk színésznő voltál a mai nap, de azért nem csak színésznő vagy, és itt azért <laughs> macska körmöt tennék, képzőművész, illusztrátor, tehát nagyon sok mindenben tehetséges vagy. Mégis hogyan választottad ki ezeket a szakmákat? Persze tehetség, az kell hozzá, de mégis mi az ennyi, ennyi tehetség közül, mi az, ami, ami egy picikét arra fele tendált, hogy, hogy ezt a kettő legyen a legfontosabb? Mm, úgy indult, <hállt> hát gyerekkoromban indult, és úgy indult, hogy ehhez még csatlakozott a balett, a zongora, azt nyolc évig csináltam, természetesen hozzá a szolfés, énekkarban énekeltem, művészi tornára jártam, természetesen rajszakkörbe is jártam, és nyertem szavaló versenyeket, illetve szépkejt és kazinci versenyt, szóval mindenben részt vettem, ami művészeti ág gyakorlatilag, mert mindegyik érdekelt. És én halál komolyan gondoltam gyerekkoromban, még az iskola előtt, tehát óvodás koromban, hogy én ezt mind szeretném csinálni egyszerre. Aztán tájékoztattak az iskolában, hogy ez így nem lesz jó, mert ki kell választanom, hogy, hogy akkor legyen egy fő irány, és nem tudtam választani. Olyannyira nem, hogy nekem ez egy, ez egy rettegés volt, hogy mikor jön ez a, az a pillanat, amikor tényleg döntenem kell, mert mondták, hogy jön aztán a nyolcadik osztály, és akkor muszáj bejelölnöm, hogy hova megyek tovább. És teljesen két viccen kívül ez egy traumát okozott, hogy akkor most az éneket hagyjam abba, vagy a táncot hagyjam abba, tehát azt az nem lehet, vagy akkor hagyjam abba a, 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 a színjátszást, mert azért én azt úgy gondoltam, hogy azért az mégiscsak, hát az se lehet, Az zongorát, hát azt végképp nem, mert főleg amikor én abba hagytam a zongorát, akkor nekem a a kongresszusi központban lett volna egy nagy ilyen zenekari koncertem, úgyhogy én vagyok az ongorista, illetve a zenekar, de akkor hagytam abban, mégpedig azért, mert elkezdtem sakkozni, hogy akkor melyik irányba menjek tovább, és valahogy a rajzra esett aztán a választásom, mégpedig azért, mert abban volt a, a, a legnagyobb kihívás számomra, mert úgy gondoltam, hogy ahhoz, ahhoz nekem nagyon sokat kell magam képeznem, hogy úgy rajzoljak, hogy én szeretnék. És akkor beadtam a, a, a jelentkezési papíromat a Törökpál utcába, hogy én akkor oda szeretnék járni, de ott is ilyen többszörös túljelentkezés volt, meg minden több forduló, mint az egyetemen, és mivel fölvettek, amire nagyon büszke vagyok, hogy az első tíz között grafika szakrát mondták, hogy azt meg se próbáljam, mert hogy a, de én nagyon komolyan készültem, tehát évekig jártam stúdiumokba, meg szakkörökre, és euh, akkor ott elindult ez a rajzvonal. Igen ám, de mellette én egyáltalán nem tudtam lemondani arról, hogy én akkor örökre búcsút mondok mondjuk a deszkáknak. Tehát azért hogy bennem volt, hogy jó-jó, végülis 13-4 évesen nem lehetek színésznő, tehát ilyen nincs, de azért majd egyszer. És akkor, amint ezt megtehettem, hát tettem is e lépéseket, de aztán mégiscsak az egyetemen kötöttem ki, akkor megint a képzőművészeti egyetemen, és akkor első éves voltam a Makovics Benjamin osztályában, amikor ö, egy ilyen, hát igazából szerencse volt, mert egy olyan helyen léptem föl, és ez volt az ajándékom az édesapámnak a születésnapjára, hogy én föl léptem, és akkor én a Dévai Nagykamillával csináltam neki egy műsort, ami csak neki szól, az mm -hmm. ő, amiket ő szokott elmondani, előadni, abból egy ilyen csokrot csináltunk, de ott meg voltak hívva szakmabeliek is, tehát mondjuk látták, de nekem ez volt az ajándékom mondjuk az édesapámnak. És akkor így indult el végül is ez a színészi pálya, hogy ők keresték meg édesapámat, hogy hát valamit kéne kezdeni a gyerekkel, mondta, hogy szó se lehet róla, tehát az semmi értelme, ennek? Nem tudom, miért van ez egyébként, hogy a, a színész a szülők általában mindig le akarják beszélni a gyerekeket. Azért, mert tudják a buktatóit, tudják, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben van mondjuk egy színész. Tehát mondjuk, ha reálisan nézzük, és ráadásul egy olyan korszakváltásban, amiben ő volt, <tosz> amit ő átélt, tehát régen mondjuk voltak szaklapok, amik folyamatosan tudósítottak a színházi előadásokról, meg az éppen premierekre kitűzött darabokról, ki hogy játszott. Ma viszont ugye az az érdekes, hogy mit tudom én, kiszed virágot nyilvánosan a televízióban, vagy ide fésüli haját, vagy oda fésüli. tehát hogy ez a világ teljesen így felborult, és ő jogosan úgy gondolta, hogy mivel ez már nem ugyanaz a világ, el nem tudja képzelni, hogy itt aztán meg végképp nem lehet érvényesülni, mert hogy itt már nem a kultúra a központ. Igen. Én meg mégis úgy gondoltam, hogy de akkor is mindig igény lesz arra, hogy az ember egyedit csináljon, egyedit készítsen, most ez vonatkozik a képzőművészetre is, és én inkább amellett a csoport mellett állok, aki nem a nép butításával foglalkozik, és a teljes sötétség létrehozásával, hanem a másik táborba. Ö, komoly családi háttérrel rendelkezel, édesapád azért híres, kosudia színész, Édesanyád, zongora művész, az édesanyád részéről a nagyapád karmester, karmester és az a, nagymamát, a nagymamát pedig balettművész. Hát az egyik. A másik pedig gyönyörű szőnyegeket készít, meg gyönyörűen fest, az oszter nagymama, aki most már déd nagymama többszörösen. Tehát valóban a családunkban a felmenők között nagyon sok az alkotó ember, és bizonyára ugye a gének azért öröklődnek tovább, nem és... volt egy picit nyomás ez a, ez a háttér? Nem, egyáltalán nem. Nekem ez egy inspiráló dolog volt. Tehát most ö, szoktak ilyet kérdezni, hogy, hogy éreztem-e ilyet, de én nem azt éreztem, hogy ezt felül kell múlni, hanem valami újat kell csinálni. Tehát valami olyat, ami, ami egyedi. Tehát az nem az, nem az, nem ő. Ez egy más, más dolog. Tehát az, hogy... hogy tehát engem sose zavart, hogy hogy mi egy színpadon vagyunk. Én imádtam, meg szeretek tanulni is. Uh -huh. És azt gondolom, hogy a még élek, fogok is. Tehát hogy az nem szégyen, hogy aki tapasztaltabb, tehát természetes, hogy ő, ő abban az, az ágban tapasztaltabb, és, 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 és bizonyos dolgokat jobban lát akkor inkább megkérdezem, hogy akkor az hogy van, hogy gondolkodsz te erről? De ő például magától nem szólt bele. Tehát, hogy nekem nem jutott soha az eszembe, hogy akkor most, most akkor ez, ez, ilyen verseny lenne, hanem inkább azt mondom, hogy én hozzak létre valamit, ami, 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 szép, és, és ami másnak is örömet okoz. Idesapáddal is szoktál együtt dolgozni. Ő vele milyen? Könnyű, vagy egy kicsit nehéz? Nagyon könnyű, mert ő a saját ö, szerepével van ö, elfoglalva, most is készülünk egy közös produkcióra, így ö, ö, válogatta össze a rendező a, a, a társulatot, és én is a saját dolgommal foglalkozom, de az utóbbi időben gyakran előfordul, hogy összeülünk, és akkor ő is megkérdez engem, mert megkérdez, hogy te ezt hogy látod, ami... Ő nagy örömmel tölt hogy kíváncsi ugye az én véleményemre, hogy külső szemmel ezt hogy értékelem, hogy ő azt hogy gondolja, és vice versa, tehát hogy, hogy abszolút mindkét kollega tudunk beszélgetni erről. Az illusztrátor munka az hogy jött be az életedben? Az úgy jött be, ez egy nagyon érdekes teremtés folyamat volt, mert az úgy jött be, hogy Ugye én mindig nagyon szerettem tussal dolgozni, ami egy nagyon aprólékos technika, ahhoz tudnám hasonlítani, mint régen, a, a részkarcok. És, és nekem, már amikor 16-17 éves voltam, már azt mondták ott a képzőművészetén, hogy meséket kéne illusztrálnom. Mert már akkor is olyan motivumokat használtam. És akkor egyszer csak, amikor megszületett a kisfiam, akkor így, egyszer csak így be úszott ez a kép, hogy Atya Úristen, nekem mesét kéne illusztrálnom, de tényleg. Csak azt nem tudtam eldönteni, hogy most hol találok valakit, aki, aki mesét ír, mert ugye az utcán csak nem állíthatok meg mindenkit, hogy maga ír mesét. Hát nyilván hülyének néznének, mondanám, nem. De majdnem, hogy így kezdtem, és aztán persze, mivel véletlen Isten fedőneve, pont elmentem egy olyan fogadásra, ahova egyáltalán nem volt kedvem elmenni, de mégis elmentem, és az lett a vég, hogy ott ültem egy hölgyel egy társaságba, aki pont arról beszélt, hogy neki milyen borzasztó, hogy hónapok óta keres illusztrátort a mesekönyvéhez, a sümpetihez, de Sajnos senki nem olyan, amit ő szeretne, mert ő egy klasszikus világban él, én ott lapítottam, és aztán az ördög Nóri barátnőm jött oda, hogy te láttad már az Alexandra rajzot, és mondta, hogy nem, nem érte rajzolsz, és mondtam, hogy hát igen, igen. Na és így indult, és akkor utána már együtt csináltuk ezt a mesekönyvet. És aztán jött a következő, a következő, és most már szerződésben is állok egy bizonyos kiadóval, mint illusztrátor, és nekem igazából ez az állandó fix állásom, ha így tetszik, mert én ezt imádom, a gyerekeket imádom, tehát az a közeg, akivel abszolút meg tudom találni a hangot, mert még nyitottak, romlatlanok, ők kimondják a véleményüket, szóval ennek sok oka van, és szeretek is mesélni, meg rajzolni is nekik, úgyhogy ez nekem egy, egy hogy mondjam, ez a fix állásom, és emellett ugyanúgy fix állásom, csak az mégis egy szabadúszó ilyen státusz, a maga a színészet, mert sehova nem kötöttem le magam soha, hanem meghagytam a választási lehetőséget, hogy ugye hol, merre játszom, hm. és... Ez így nem nehezebb esetleg, mint hogyha egy, egy társulathoz tartozol? De nehezebb, viszont én láttam, hogy, hogy, hogy mik történnek ugye egy-egy leszerződtetett színész esetében, és nagyon kevesen vannak, akik úgy maradéktalanul elégedettek. Most vagy azért, mert keveset játszik, de ugyan kap fix pénzt, vagy nagyon sokat játszik olyat, amit egyáltalán nem akar eljátszani, de muszáj. Na most, és akkor ez a kettő Ugye, és akkor nem tudtam volna rajzolni sem, mert azért az mindig ott volt, mindig volt a kiállítás. Én a kecskeméte játszottam, akkor a kecskeméti Katona József színházban volt kiállításom. Ha békés játszottam, akkor ott volt kiállításom. Ha, tehát, hogy én azt tudtam úgy variálni, és valahogy mindig vitt a, a, a sodrás magával, tehát az egyik darabból következett a másik, és én jobban szeretem a klasszikus darabokat, az olyan darabokat, amik a régi világot idézik, tehát nem egy elvont olyan, hogy mindenki eret vág utána, és közösen eldöntjük, hogy sem értem az életnek, mert azt gondolom, hogy amúgy is annyi a probléma a világban, hogy én inkább megnevettetni szeretem az embereket. Szóval, hogy legalább, amikor bejön, akkor legyen egy jó érzése, és úgy távozol, hogy de jó, elfelejtettem két-három órára a gondomat, bajomat, mert mindenkinek van nagyon sok. A képeid is, ahogy nézegettem az interneten, olyan klasszikus, olyan kicsit mesés, és olyan misztikusak. Igen, mondják. <laughs> és most már te is anyuka vagy. Már van egy 6 éves kisfiad. Hogyan tudod összeegyeztetni azért ezt a rengeteg munkát? Nagyon egyszerű, mert a darabokat úgy ö, vállaltam be az ő születése után, hogy mondjuk olyan 5-6 előadásom van egy hónapban. Viszont a többi napon, vele vagyok folyamatosan. Tehát ő persze elmegy óviba, az alatt én rajzolok, tehát az az én munka rendesen, mint hogy minden anyukának, tehát 8-tól, vagy kilenctől, mit tudom, délután négyig, akkor rajzolok. Föl nem állok, én rajzolok, hiszen ez a fix munkám. Utána elmegyek ért az óviba, és utána játszunk, elmegyünk játszótérre, meg társas játékozunk, kártyázunk, rajzolunk, mindig, mindig valamit csinálunk, és akkor mind, még, hogyha nagyon sok munkám van, akkor ő szépen ott eltraktorozik mellettem, és akkor ő szépen rajzolok. Ha viszont előadás van, akkor értelemszerűen valaki vigyáz rá, de az utóbbi idő most, hogy nagyobb, már hozom is magammal sokszor, és nagyon élvezi, és hát mivel ő, is azért ebbe a világban nő fel, hát neki ez olyan természetes, akkor otthon ő eljátsza, hogy akkor most sötét van, és akkor most előad, és akkor Elvis Presley a kedvenc arra táncol, és nagyon boldog. Úgyhogy így tudom elvégezni, hogy kvázi, hogyha új darab van, mert most lesz két új darab a nyáron, akkor azt meg kell oldanom, hogy valószínűleg éjszaka akkor megtanulom a szerepeket, ugyanúgy megy tovább az élet, én ugyanúgy dolgozom napközben, mint minden normális ember, én rajzolok, ugye otthon, és ugye ez nehezebb is, mert az embernek, ha maga kell beossza az idejét, akkor ugye sokkal szigorúbbnak kell lennie, mert nincs főnök, nincs, aki kontrollálja, és az ember hamar elcsúszhat. Tehát nagyon szigorúan én leültetem magam ekkor, akkor fölállok ebédet főzni, megfőzöm gyorsan, és ülök vissza dolgozni, aztán így. Egyedüli gyerek vagy. Neked sem volt testvéred nem hiányzott annak idején, hogy valaki legyen melletted egy, egy hasonló korú gyerek. De nagyon szerettem volna testvért, de a mi családunk annyira pörgős életet élt, hogy, hogy igazából szegény édesanyámnak nem valószínű, hogy belefért volna. Az én anyukám, mivel hogy művész, ő akkor nagyon sokat turnézott. Hát volt olyan, hogy én egy több hétre ott voltam a nagymamámnál, mert ő éppen, mit tudom én, Tunéziában turnézott. Teljesen természetes volt, vagy hát édesapámat meg, hát amikor keltem, akkor ő még aludt, amikor meg már ugye jöttem haza iskolába, akkor már nem volt otthon, mert ő akkor napközben rádióba volt, szinkronba volt, vagy délelőtt próba volt a színházba, este előadás volt. Tehát ővel is nagyon találkoztam jóformán. És hát a nagymamám meg, aki, aki balerina volt, ő később impresszárió lett, hozta be a művészeket. És amikor én nála voltam, akkor majdnem minden este az Erkel vagy az operába ültünk. És ez teljesen normális volt, hogy most akkor vagy vele megyek, vagy nem, de igazából ez a két lehetőség van. De hát majdnem minden nap ott ültem. Minden előadást láttam. Nem érezted magad esetleg egyedül, vagy ez volt a természetes? De egyedül éreztem magam, de azzal is tisztában voltam, hogy itt mindenkinek annyi feladata van, hogy hogy hát ide most, tehát hogy, hogy ki, ki, nevelni a gyereket, ugye? Mert hogy, hát és hogyan? Tehát, hogy azért elég érthető volt, hogy ide nem, nem fér még egy gyerek, mert, mert anyukám sem otthon ült, és szegény meg még egyedül is lett volna, szóval hogy nem, semmiképpen nem lett volna, Logikus. És te hogy vagy ezzel? Esetleg később, ha úgy adódik? Én úgy vagyok vele, hogy nyitott vagyok, a abszolút, hát még, még azért egy pár évig lehet erről szó. Ha az Isten úgy akarja, akkor majd lesz, de igazából nem erőltetem, mert hát szerintem egy nő úgy van vele, hogy amíg nem szül, addig mindenképpen hajtja. Mert az úgy természetes, hogy van gyerek, ha nincs, nagyon sokan vannak úgy, és nagyon szépen élnek, de azért mégis egy nő azért úgy, úgy teljesedik, én azt gondolom, és utána már úgy gondolom, hogy megnyugszik. Tehát van egy gyermekem, most ez nem létkérdés, hogy, hogy, most nekem minden áron kell még egy, ha úgy adódik, akkor lesz. Ha nem dolgozol, akkor mit csinálsz, mit csináltok együtt? Amikor együtt vagyunk a gyermekkel, nagyon sok mindent csinálunk. Például nagyon szeretünk társasjátékozni, tévém nincsen még az ő születése előtt kikapcsoltattam, mert hogy nekem se időm nincsen erre, sem pedig energiám, mert hogy annyi mindent csinálok és alkotok, én a háttérzajt nem szeretem, tehát maximum klasszikus zenét vagy jazz hallgatok, ez a kettő verzió van, úgyhogy a tévére egyáltalán nem volt szükség, tehát nálunk nincs tévé. Tehát maximum mesét nézünk, de azt is csak ugye fürdés előtt, és utána én olvasok. Úgyhogy nálunk inkább a közös játékokon, illetve a kiránduláson vagy a szabadtéri programokon van a hangsúly. Mi a jövőben a terved? Kiállítások, valami ilyesmi? Nagyon-nagyon. Nem csak terv, hanem ez tény, hogy most leadom a, a sümpetinek a második részét, azt most nem sokára befejezem, akkor utána kezdek egy új mesekönyvet, illetve kettőt, az egyik egy csomagban lesz, amit minden születendő gyermek meg fog kapni. A másik, az pedig a kiadónál egy olyan mes, amit én választottam, és igazából Magyarországon csak egyszer jelent meg, de, de már nem is lehet kapni, tehát nagyon régen, és nem is volt hozzá sok illusztráció, de egy gyönyörű mese azt én kitűztem magamnak, hogy én azt nagyon-nagyon szeretném megcsinálni. Ezen kívül májusban kezdek egy új darabot, majdnem ugyanezzel a társulattal, illetve kezdek még egy darabot, az pedig augusztusban ilyen szabadtéri programként fogjuk bemutatni, és, és emellett van ugye négy darab, amiben játszom, Azokat így felváltva játszom majd itt nyáron, lesz rengeteg szabadtéri előadás, ilyenkor nagyon sok helyre megyünk, várszínházakba, meg szabadtéri játékokra, úgyhogy nem Akkor fogok nem nap. sok nyaralás. Nem, most nem. Köszönöm szépen az interjút, nem. és sok sikert! Köszönöm szépen, viszont kívánom!